Magyarország felszabadítása, Buda visszavétele, kiűzése 1686 és 1799 közti eseményeket nézzük most meg. Magyarország felszabadítása és Buda visszavétele közel ugye 150 évnyi török hódoltság után a 16. század végére megvalósult. Nézzük meg, hogy mik ennek a mozzanatai. Ugye újra támad a török 1683-ban Bécs ellen. Ready, steady, go! Azt gondolja, hogy most elérkezik a pillanat, tehát kicsit rosszul méri fel a helyzetet a török, mert azt gondolja, hogy elérkezik a pillanat ahhoz, hogy ugye a kurucok talán segítségükre lehetnek, de hogy talán elfoglalhatja most Bécset, amit eddig nem sikerült neki. Nem is biztos, hogy feltétlenül ugye Bécset akarta. A porta, ugye, az nem más, a portát tudjátok, hogy a szultáni kormányzatot értjük alatta, tehát a török uralmat. Tököli sikereit a Habsburg birodalom gyengeségeként értékelte a török, és ezért is mondjuk azt, hogy rosszul mérte fel egy kicsit a helyzetet, mert hogy 1683-ban elindult Bécs ostromára. Első Lipót császár elhagyta Bécset, mert úgy gondolta, hogy talán most tényleg veszélyben van az élete. Veszélyben is volt. Néhány évtizede felújított ilyen végvár rendszerét 20 ezer katona védte. Segítséget kér Lipót. Kitől kér segítséget? Tehát az egyik, akitől kér, a lengyel, aki harmadik Jánosként király Lengyelországban, Sobieski János volt az egyik szövetségese, és számos német uralkodót is, köztük ugye Miksa Emánuel, Bajor fejedelem segítségét kérte. A felmentő sereg az utolsó pillanatban érkezett, mivel a város több mint két hónapos ostromban véget, tehát tényleg a végsőkig kimerült. Még Sobieski János mellett ugye Lotaringiai Károly, a császári seregeknek a vezetője, elismert kapitánya, segített, majd a török nyomában haladva néhány hónap múlva egészen Párkányig jutnak el, és ismét legyőzik a törököt Esztergomnál. Tehát legyőzik Esztergomnál a törököt, és Párkánynál, és Esztergom visszakerül, ugye az ellenállók kezére, tehát visszakerül Habsburg kézre, Habsburg magyar kézre. 11. Ince pápa jelentős anyagi támogatást ígér, 10 millió forintot, és rá is veszi 14. Lajos francia királyt, hogy kössön fegyverszünetet. Ennek köszönhetően a császár mégis a török elleni háború folytatása mellett dönt, és hát tulajdonképpen folytatódik is a háború. A pápa közreműködésével megalakul a török ellenes liga, a Szent Liga 1684-ben, és 14. Ince pápa, ugye nagyon fontos ez a segítség anyagilag, mert hát ugye mi kell a háborúhoz? Pénz, pénz és pénz. Hát a katonáknak élelmiszer kell, a ruha kell, felszerelés kell, fegyverek kellenek, ellátmány kell, tehát egyszerűen rettentő sok pénz kell a háborúhoz, ami most ebben az esetben adott is volt. Nagy háború kezdetén a nádor is néhány nemes kivételével a magyarság a török oldalán áll. Hát tulajdonképpen Tököli nem ismerte fel azt, hogy egyúttal a török kiűzéséről van szó, és visszautasította az udvar tárgyalási kísérletét, tehát a Tököli csapata, a Tököliék, a kurucok, azok kifejezetten Habsburg ellenes hadak voltak, és mindvégig nem a török ellen, hanem a török oldalán tulajdonképpen a Habsburgok ellen harcolt. Tehát látjátok, hogy nem egyszerű a képlet, tehát nem egyszerű a helyzet. Nagyjából úgy tűnhet, hogy itt mindenki ellen harcol, aztán majd lesz valami, de mégsem így van, mindenkinek van oka arra, amit végül is döntött. 1685-ben Tökölit Váradon tőrbe csalják, és a béke fejében ki akarják szolgáltatni a császárnak, mindez 1685-ben történt.
eredménytelenül, mert ekkor Mellipót úgy döntött, hogy nem, nincs szüksége neki erre, tehát nem tud tökölivel mit kezdeni. Igaz, a magyarok nem szervezett erőként csatlakoztak, és Tökölit ugyan gyorsan szabadon engedték, és ő továbbra is török oldalon harcol, tehát mindvégig török oldalon harcol a Habsburgok ellen. A döntő fordulat azonban 1686-ban következik be Buda visszafoglalásánál. Miksa Emánuel és lotaringiai Károly, császári, bajor, brandenburgi és magyar csapatai két hónapos véres ostromban visszafoglalták a várat, hősiesen védekeztek. Még az agbudai pasa is, Abdul Rahman, aki itt van Budán, itt van a síremléke Budán. 11. Ince pápa egyébként, ő a katolikus megújulásnak az egyik ilyen kiemelkedő alakja, és már megválasztásakor szembe kerül a francia udvarral, mert ellenezte, hogy 14. Lajos, ugye a világi hatalomnak a vezetője, fő-fő-fő vezetője, beleszól az egyházi ügyekbe, tehát itt ismét ilyen investitúra harcszerű küzdelem alakul ki köztük, inkább csak elméletben, és szembe kerül Lajossal, tehát 14. Lajossal, és a hugenottákkal, szembeni politikája miatt, mert ugye ellenezte a Nanci ediktum visszavonását. Tehát rendezte a pápai udvar viszonyát a többi kérdésben is, és így a pénzügyek tekintetében is. Tehát úgy is nevezték 11. Incét, hogy Magyarország megmentője, mert nem csak eszmeileg támogatta a kérdést, hanem hát bőségesen, anyagiakban is. Hát azt mondják, hogy a korabeli Erdély 20 évi költségvetésének megfelelő összeg volt, ez a 400 ezer milliárd forint. Hát mai pénzen számoljuk, ugye, hát így, ahogy az infláció halad előre, azért lehet, hogy mire te már ezt meghallgatod, még többet fog írni ez a pénz. Hát aztán még 5 millió forintot adott később. Hát elhangzott már az, hogy 1684-ben a Szent Liga létrejött, ez egy nagyon fontos dátum, cél Magyarország felszabadítása. Elérkezett az idő arra, hogy a 150 éves török uralomnak véget vessenek, de miért pont most? És miért nem előbb? Ezek azok a dolgok, amiről nektek szoktam beszélni, hogy gondolkodjatok. Tehát jó-jó az, hogy a pápa tényleg a 11. Ince pápa, ő egy ennyi ilyen hadszeget, tehát 15 millió akkori korabeli forintnyi összeget adományozott. Erre a célra csak én azt kérdem, hogy miért pont most? Miért nem előbb? Tudom, hogy az oszmánoknak a hadvezetése is, és a szultánjai is mindig erősek voltak, és meg kellett várni. A politikai helyzet olyan volt, a Habsburgok és a franciák közti állandó viaskodás és ugye hatalmi harcok eredményezték azt, hogy mindkét fél számára kicsit furcsán hangzik, hogyha kimondom, hogy mindkét fél számára talán előnyös volt, hogy a török Magyarország oldaláról fenyegetést jelentett a Habsburgok részére. Egyfajta ütköző állam is lehettünk, egyfajta hatalmi viszonyokban való játék részese is lehettünk, tehát nem véletlen, hogy pont most alakul meg a Szentliga, miért nem előbb? Ugyanis, hogyha a Habsburgok úgy akarták volna, akkor már jóval, de jóval előbb felszabadul az országunk, illetve, hát tudjuk azt, későbbiekben meg fogjuk látni Rákóczi szabadságharcnál, és a 48-as eseményeknél, és a továbbiakban, hogy Magyarország innentől kezdve nem nagyon lesz szabad. Tehát mindig egy nagyhatalomnak a kiszolgáltatottjai leszünk. Na most, ugye 20 évre békét kötött az Ince pápa hatására 14. Lajos, de nem tartotta be. Miért nem tartotta be? Szerintetek miért nem? Valóban gyengülnek a törökök egyébként, mert a korabeli hadászattól elmaradt törökök hadserege szedett-vedett csapatokból áll, már a
spáhik és a janicsárok körülbelül 40%-át teszik ki ezeknek a török seregeknek, és főleg zsoldosok harcolnak az ő seregeikbe, amik itt-ott néha átállnak ide-oda. Szobieszki János lengyel királynak 70 ezres serege van, aki vezeti ugye Buda felszabadítására a seregeket, illetve Bécs megvédésére. Mustafának pedig 170 ezres serege van. Úgy is tűnhet, hogy egy kicsit az arányok kiegyenlítetlenek, de a másik részéről pedig Lotaringiai Károly Bécs felmentésére eléggé mozgósítani kellett az erőket ahhoz, hogy Bécs megmeneküljön, illetve hogy visszaverjék a törököket. Még ezzel a szeretvedett hadászati eszközöket, komoly hadászati eszközöket nélkülöző török sereggel szemben is igen komoly volt a küzdelem. 1683. december 25-én Belgrádban, a mai Nándorfehérváron kivégezték Kara Musztafát. Ugye kegyvesztetté vált a Portán és Portánál, és hát ugye a kegyvesztettség jele volt, hogy Selyem Zsinórt küldenek neki. Ő itt a képen látható rajzon, ugye, vagy képen, vagy festményen, vagy metszeten látható, hogy Kara Musztafát megfojtják. Kegyvesztettség jele volt. Miután megfojtották, elküldték az arcbőrét, lenyúzták Isztambulba, és Bécsbe pedig a koponyáját. 1683-ban kiállították a koponyát, 2005-ben temették el Bécsben. Egyébként felrobbantották Buda várában a török utánpótlást szolgáló lőport, és azt mondják, hogy ez akkora hatalmas robbanás volt, hogy belerengett egész Budapest. 1686. június 22-én történt ez a robbanás, ez egy hatalmas, nagy, brutális robbanás volt. 800 tonna puskapor szállt a levegőbe, kísérte ugye a felmentő sereg, képen láthatjuk Lotaringiai Károlyt. Tehát Benczúr Gyula festménye, Petneházi huszárkapitány Párfi János Nádor, akkor látható rajta Abdul Rahman is, az utolsó budai pasa. A nagyharsányi csatáról szeretnék még pár gondolatot, ezt úgy is hívjuk, hogy második Mohács, ugyanis nyílt színi csatában legyőztük a törököket, ami ugye Mohácsnál nem sikerült, mert súlyos vereséggel járt részünkről, így Mohácsnál, mármint hogy Nagyharsánynál ezt a csatát megnyertük. 1688-ban Nándorfehérvárat, Belgrádot is már felmentik, tehát jelentős sikereket érnek el. A népesség pusztul, elsősorban ugye a hadak útjába kerülő településeknél következik be ez a pusztulás. Itt látjuk 1687 Nis elfoglalásáig, tehát egészen benyomulnak a török birodalomnak az akkori területeire. 1686-ban Buda felszabadul, 1687-ben Eger, Nagyharsány, majd mennek ugye Lotaringiai Károly és Savoyai Jenő csapatai egészen Zentát is beleértve, ugye Zentai csata 1697-ben van, 1687-ben Nagyharsánynál van csata, 1688-ban Fognis felszabadulni. Tököli seregei a Habsburg területeket foglalták el, ő a Habsburgok ellen harcol, Apafi Mihály seregei is tulajdonképpen Bécs felé indulnak el, tehát ők mindketten a Habsburgokat tekintették mindvégig fő ellenségüknek. Következik egy nagy fordulat. A sikerek ellenére ugye mégiscsak bekapcsolódnak a franciák, mivel hogy 14. Lajos azt látja, hogy a Habsburgok eléggé megerősödnek, így azt gondolja, hogy neki most be kell avatkozni, és hát meg kell állítani ugye a Habsburgoknak, hogy nehogy nagyon megerősödjenek, és nagy hatalommá váljanak. A seregek jelentős részét nyugatra kell kicsoportosítania. A szalánkeményi csata a legvéresebb csata volt, amit ugye vívtak. A sebesültek jelentős része is belehalt, és nem nagyon volt segítség.
Köprülj Mustafa is meghalt maga, ugye, aki a hadvezetést irányította a törökök részéről. Reguláris hadsereg fogja felváltani a zsoldos hadsereget később. Egyébként ez a reguláris hadsereg már a töröknél is jelen van, mert, mint említettük az előbb is, már nem csak szpáhékból is, janicsárokból állt, hanem idegen zsoldosokból is. Még franciák is vannak a török hadseregben. Hát igen, a magyar vidék látta ennek a kárát, ugye a karlócai békével, amikor Temesköz kivételével felszabadul az ország, 1526 óta tartó török uralom véget ért ezzel a csatával, illetve nem ezzel a csatával, hanem a karlócai békével, és akkor kezdődhet az országnak a helyreállítása, gondolnánk mi, viszont a Habsburgok felszabadítottak bennünket, csak ugyanúgy, mint orosz barátaink, aztán elfelejtettek kimenni, vagyis hát nem is akartak. És hát ugyan mi a témazáró dolgozatot eddig fogjuk majd írni, tehát ezek a részek lesznek benne, viszont mi azért menjünk tovább, mert meg kell nézni még Erdély helyzetét a török kor után, tehát hogyan tagozódik be a Habsburg birodalomba. Nem lesz szabad. 1687-ben történik majd egy Balázsfalván egy szerződés, és Apafi Mihály ebben a szerződésben kéri a törököket, hogy ő maradhasson a fejedelem, és ezért képes 700 ezer aranyat is fizetni. Hát körülbelül 30 ezer milliárd forintnyi összeg ma átszámítva a mai összegre, és 1690-ben pedig ő meg is hal. Na most mi történik? Ahogy a török kiszorul, a Habsburgok egyre inkább ugye megszállják Erdélyt, és Apafival szerződést iratnak alá. Ugye ezeket megbeszéltük, ez volt a szerződésük, igen. Na most 1691-ben a diploma Leopoldinumban, ami tulajdonképpen a vallásszabadság marad, a katolikusok építhetnek maguknak templomokat, adományozások megerősítik, erdélyekkel töltik be az erdélyi területeket, tehát a diploma Leopoldinum az nem más, mint Pótnak a rendelete. A meggyengült Erdély a 15 éves háborúval ellentétben nem vonták be a török elleni harcokba, ahogy a két nagy hatalom, a Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti egyensúly, amely ugye létrehozta a különálló Erdélyt, megszűnt, az önálló fejedelemség sorsa is megerősödhet, megpecsételődhetett. Tehát, amikor már a Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti egyensúly eldőlt, ugye, hogy ki merre, így tulajdonképpen már Erdély sorsa is megpecsételődött, tehát innentől kezdve nem lesz szüksége különálló Erdélyre. Hát Bocskai most ugye a végrendeletét visszaidézve gondolatainkban forog a sírjában, mert hogy azt mondja, hogy Erdélynek külön mindig meg kell állnia, tehát külön kell állnia, de csak akkor egyesüljön Magyarországgal, hogyha magyar uralkodója lesz. Hát ez most nagyon nem jött be. Tehát megszűnt az önálló fejedelemség. Buda bevételével megtörtént az, hogy lotaringiai Károly hadai megszállták Erdélyt 1787-ben, és ugye akkor köttetik meg ez a Balázsfalvi szerződés. Ő maradhat egészen haláláig a fejedelem. Majd első Lipót lett Erdély fejedelme 1690-ben, a halála után, mármint Apafi halála után. Oklevélben biztosította a fejedelemség a hagyományainak, a felekezeteinek, a rendi jogoknak a biztosítását, és a tulajdonviszonyoknak a tiszteletben tartását. Erdélyt közigazgatásilag nem egyesítették Magyarországgal, mert ez ekkor sem az uralkodó, sem az erdélyi rendek nem akarták, illetve Lipót nem kívánta erősíteni a magyar rendeket sem. A korszakban ugyanis a magyarországi felekezeti és rendi jogok sokkal korlátozottabbak voltak az erdélyieknél. A jövőben a fejedelemséget az erdélyi arisztokraták közül kinevezett kormányzó, a gubernátor fogja kormányozni, tehát nem nevez ki egyáltalán nádort, hanem a gubernátor lesz a tényleges kormányzó, aki viszont Habsburg. Ugyan megfogadta, hogy minden hivatalt erdélyekkel töltenek be, és a hadsereg német vezetéssel fog történni, a székelyeknek pedig
határőr védelmi szerepük lesz. Egy eszméletlen nagy hibát elkövetnek a magyar urak, amit 1222 óta megtartottak jogokat és kiharcoltak maguknak, és akár idegen uralkodóval szemben, akár magyar uralkodóval szemben tudtak használni, ez az ugye a 22/31-es cikke, ezt most eldobják maguktól. Oh, no! Ugyanis az történik, hogy a törököket Lipót csapatai üzték ki az országból, ezért a rendek és az uralkodó közti egyensúly még inkább az uralkodó javára billent. Miért? Mert a magyar urak úgy gondolták, hogy örök hálával tartoznak a Habsburgoknak a török kiűzése miatt. Elegük volt a 150 éves török uralomból, és mindent megtettek azért, hogy innentől kezdve minden jogukról lemondva a Habsburgoké legyen az uralkodás. A szabad királyválasztásról történő lemondás jelentős lépés volt, ez egy nagyon elhibázott lépés volt. A rendek már korábban is kimondták, már ugye 1547-ben, hogy örök időkre alávetik magukat a Habsburgok uralmának és hatalmának. De az 1687-es törvények viszont pontosították, hogy első szülött fiú lesz a magyar király, tehát a rendek a Habsburg ház tagjai közötti választásról is lemondtak. Tehát hangsúlyozni kell azonban, hogy a rendek a koronázás továbbra is a rendi jogok biztosítására tett esküvővel kötötték össze. 1687-es országgyűlésen első Lipót elismerte, hogy a felszabadított területek a magyar királyság részét képezik. Az udvar azonban, mármint a bécsi udvar, a magyar rendiség visszaállítására és a katolicizmus terjesztésére igen hosszú háborúskodást indított, és emiatt anyagi csőd kezelésére törekedett. Eléggé nagy érvágás volt ez a magyar urak számára. Nyilván emelni kellett az adókat, és így tovább. A volt hódoltság területét ezért nem kapcsolták vissza automatikusan a magyar vármegyékhez, hanem mindazok a harcok, amik a magyar függetlenségért indultak el, akár a törökkel szemben, akár a Habsburggal szemben, azt most ezen az 1687-es pozsonyi országgyűlésen Buda visszavételének az évében egyszerűen eldobták maguktól. Lemondtak a szabad királyválasztásról, de még az ellenállási jogukról is. Nézzük meg, hogy a határőrvidék hogyan jön létre. Amikor a felszabadító háború már Belgrádtól délre zajlott, ugye már Nis környékén voltak, egy része fellázadt a törökök ellen, és a császáriak mellé állt. Ugye említettük itt, hogy nagyon sokszor voltak már ilyen átállások, ugye ezek zsoldosok, zsoldos katonákról beszélünk. Amikor a törökök ismét előretörtek, a rácok közül sokan Magyarországra menekültek. Csernovics Arzén Ipeki pátriárka vezetésével első Lipót, hogy helyzetüket rendezze, kiváltságlevelet adott a számukra. Ennek értelmében a szerb pátriárka lett a birodalmon belül ortodox vallású vezetője, tehát ez a Csernovics Arzén lett az ortodox vallású pátriárkának a vezetője. Az ortodox az nem más, mint igaz hitűt jelent, tehát az ősi kereszténységet leginkább folytató. Egyházuk független maradhatott, előjáróikat maguk választhatták meg, ez azt jelentette, hogy függetlenek voltak. Rácok többségét a török határ mentén, ugye Bácska, Bánság déli részeken úgynevezett ilyen határőrvidéket alakítottak ki, és ott telepítették le őket. Közigazgatásilag nem csatolták vissza a vármegyékhez, nem is kapták vissza az itteni földeket, hanem a határőrvidék közvetlenül az udvari haditanács igazgatása alá fog tartozni, tehát nem a magyar igazgatás alá. Tehát szabad paraszként élhettek, katonai szolgálatot kellett nekik teljesíteniük, katonai szolgálattal tartoztak. Ugye ilyenek voltak a porció,
a forspot és a robot porció nem más, mint az, hogy a katonai beszállásolás, tehát egyébként ezekben a családokban laktak a katonák, de kellett látni őket élelemmel, ruhából, főzni, mosni rájuk, stb. Stb. Valamint el is kellett szállítani őket, hogyha hadi eszközeikkel együtt mondjuk az ország másik végébe hívták őket. Ez volt a forspont. Ez bármikor, amikor eszükbe jutott, akkor nekik kocsira kellett szállniuk, és ott kellett hagyni csapot, papot, már mint a gazdaságot, a munkákat, és bizony ezeket a katonákat szállítgatni jobbra-balra. Aztán még voltak az adók is, robotok heti 3 nap is volt, ez már nagyon-nagyon sok hatalmas terhet jelentett, valamint létezett egy ilyen úgynevezett új szerzeményi bizottság. Tehát nem kapták vissza ezek a birtokaikat, hanem a Habsburgokhoz csatolták őket, ezeket a birtokokat a Habsburg fennhatósághoz csatolták, és csak akkor kapták vissza, hogyha bebizonyították birtoklevéllel, hogy ez az övék, de ezek már nagyon-nagyon soknak nem is voltak meg, ezek a levelek, ezek a birtoklevelek, viszont hogyha nem voltak meg, akkor pedig a Habsburgokhoz került az ő birtokok, és ugye a Habsburgoknak is rengeteg veszteségük volt, tehát így próbálták megpótolni ezt a veszteséget. Ugye elsőként a felségsértési perek indítása, fő és jószágvesztés, az is növelte a hasznukat, most pedig már itt ez az új szerzeményi bizottság. Hát igen, jól csinálták részükről. És akkor meg fogjuk nézni majd a következőkben a Rákóczi szabadságharcot. A magyar nemesség érdekeit ezek az intézkedések, amiket most itt hallottunk, sértették, mert ezzel csorbították a rendi jogokat. A megyék mellőzése és az anyagilag is előnytelen szerződések nem voltak számukra elfogadhatók. Olaj volt a tűzre, hogy a katolikus egyház teher nélkül kapta vissza a birtokait, és a bécsi udvar, hát miért? Azért, mert a bécsi udvar a katolicizmust erősítette. Tehát az udvar a hadsereg szállítókat a magyarországi birtokokkal fizette ki, tehát a magyar birtokok kárán dolgoztak ők. A török háborúk végével a volt végvári vitézek és más fegyveresek szélnek lettek keresztve, és a korábban kiváltságokat érvező társadalmi csoportok jobbágy és sorba kívánták taszítani ugye a kunokat és a jászokat is, és a háború által megnyomorított országban az adókat megemelték, a gazdálkodók, katonák ennek a többszörösét beszedték. Ezek a dolgok mind-mind oda vezettek, hogy már egy pattanásig voltak feszülve a dolgok, és már csak egy szikra kellett ahhoz, hogy ismét ne legyen béke az országban. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Találkozunk a következő órán. Sziasztok!